Most már nem igaz. Szeretek és köszönöm. Szívesen. Csak indíts már! Remélem, ezt olvasom. Yes, I did. It's hot. Open. Nem volt nyitva. Nem, Bobcat-es bácsi van itt a... Leszkelő. A bácsi. Hi! Úristen, de vörös a hajam. És ez a te hibád? Ups. Megmutatod, mi van? Mallet piercingje. Nem volt jó. Majdnem összecsuklott. Hát amúgy, ha nem lesz, összecsuklunk. De... Elett egy sportszeletet, és utána jobban lett. Elmeséled, mit csinálunk? Meséled el te. A helyzet az, hogy szombaton... Ez végig fog sípolni. Mert hogy egyébként Barbie-nak a járgánya az így mostanában nem érzi túl jól magát. Megrágcsálták a nyestek. Úgyhogy csipogni fogunk. Szombaton lesz az első nyitott napunk Barbie Pilates stúdiójában. És most megyünk be fotókat készíteni, és ilyen utolsó simításokat rendezgetni. És szombaton nyílt nap, hétfőn pedig a hivatalos első teljesen nyitva levős nap, és onnantól igazából folyamatosan nyitva leszel. Yeah. Ugyanis hétköznap, hétvégén mindig lesznek órák, és nem tudom fejből az órarendet, de egyszer délelőttönként vagyok, egyszer délutánonként, úgyhogy tudtak jönni hozzám is, meg hozzá is, és megmutatom majd nektek a tesóját is, mert innentől úgy érzem, hogy Bencét is nyilvánosságra kell hozzuk, ugyanis lesz olyan óra, ahol Bence fog órát tartani, tehát férfi oktató lesz, ami szerintem nagyon menő, mert itthon nagyon kevés ilyen van szerintem. És Barbie tesója nem annyira, mint Barbie, de vicces. Ezzel nem fog egyetérben. Sőt, itt most videós bizonyítékot adok arra, hogy az öcsém viccesebb, mint én. Nagyon vicces Bence is, úgyhogy ha szeretnétek jönni Pilatesre, akkor megéri kipróbálni az ő óráit is. Most meg tényleg megyünk be, és hogyha odaértünk, akkor mutatom, hogy hogy néz ki. Megjöttünk. Ez itt egyébként problémát okoz. Nagyon-nagyon jó rétesek vannak, viszont vannak mentesek is, úgyhogy... Papucs zokni. Jó a szagod. Menj tényleg, egy kicsit. Tényleg, valami. Lehet a hajad. Ha, tudod mi. Mi? A lássos cucc. Tényleg, az van rajtad? Soha nem éreztem még máson. Hello! Lovely! Look! Odalunk. Ah, nagyon szép! Ezek nyilván most össze vannak tolva. Meg még nagy takarítás, meg minden. De alakul. Wow! Ah, gyönyörű! Asszony dolgozik. Valami kezdőket te már szeretünk, akkor komolyan mondom, hogy filmet lehetne csinálni, vagy egy könyvet írni, vagy bármi. I see. Okay.
Oh yes! Ez most sokkal jobb lesz. Picit húzd be jobbra a kalábot. És mindjárt így! Jó, ez az. Nem most jó, ez kurva jó. Imádom, hogy a nyála viszont vagy. Ez a kedvenc dolog. Amúgy tényleg ez a kedvenc dolog. Mondd meg, hogy van jó, vagy nincs. Az összes jó? Ja, akkor jó. De csak azért van itt. Oh, cute. Jó lesz? Oh, love it. Nincs valami. Ezt is akarok venni. Na, ez jó lesz. Kész is vagyunk. Nézd elő. Igen. Kész. És jön, mintha legalább párral lennék. Mi majd szeretne lenni, különben vagyunk alapból. Semmi. Mit rögt? Miért nem mondod? Meg jó, hogy nincs sok olyan. Sziasztok! Éppen összeszedtem magam, ami a fejemen egyébként nem látszik. Megyek át Dórihoz, és viszek neki pár gyógyszert, mert beteg lett. Teszek neki össze egy villám Get Better csomagot, ami úgy néz ki, hogy mindenből teszek el. És majd megmondja, hogy mi kell neki, vagy mi nem. Oké. Okay. Megyünk át, és ha bár Dóri egyébként nem nagyon beteg, de nem érzi jól magát, azt azért hozzátette az üzenet végére, hogy hajgöndörítőt is hozol? Úgyhogy miután beletápláltam a gyógyszereket, valószínű, hogy begöndörítjük a haját. Oké. Okay. Úgyhogy most megyünk Dórihoz szombat. Ez nem kell. Ez, ennek rossz íze van. Dehogy van rossz íze, semmi íze nincsen. Nem mentolos? Nem verszák? Dehogy is! Van egy ilyen asztínes szar, ami annyira mentolos, hogy megdöglök, ha meg kell. Szerintem ezek közül maradjon itt. A citromos ja. A plusz és az biztos nem az. Mik ezek? Na, az a izé. Az igen. Ami szúrkodja a kis fejemet? Igen. Kell. Egy picit arcodra. Ez nagyon fura. De nem fáj, hanem ilyen... Nem. Nagyon fura. Ugye? Ez nagyon furcsa, de nagyon jó. Ez nagyon jó volt. Azt gondolkozom, hogy tudnám, hogy csinálják. Én nem vezetek. Itt hagyd a kocsit és hazamész taxival. Aztán meg majd eljövök érte? Holnap. Holnap jövök fel Pestre. Ennék rá. Nem. Ó, az az aranycsány lakás. A webkikat is leveszed mellé? Az a biztos. Kicsit ilyen görni a hűtő, itt a múltkor még arcmaszkok voltak, egy kis csicseri borsó, meg három évek felső. Szépen lehetett a pancsaid is. Ó, köszi, még hámlik. Ezért tettem fel, tudod, ilyen hámlasztózoknit. És ez még nem jött le. Undorító. De olyan puha egyébként a többi részen, ahol lejött már. Iratkozzatok le a csatornáról. Nem úgy. Jó, Dori! Mi van? Fúj! Mi van? Fúj! Ez mi? Mi baj van vele? Ezzel csinálom minden reggel. Most ki... Ez egy por és krémesen egybe van állva. Azért, mert az egyik rész egy kicsit krémes. Dórinál eltöltött idő, azon kívül, hogy egyébként imádok nála lenni és jót beszélgettünk, csak arra volt jó, hogy felbasszam magam. Bencével valami nagyon kemény fejkiszellőztetős edzést fogunk tartani, úgyhogy let's go! Keresek tényleg, az már megy! Ilyenek a kurvák! Most veszek! Kicsit boboljatok rajta! Akkor ne!
Jó indulat, húzálás!